Sziasztok, KRX vagyok, és ebben a videóban spoilermentesen fogok beszélni az Alien Romulus című filmről. Az Alien széria az első négy alapfilmet leszámítva régóta romokban hever. Sőt, ha nagyon szigorú akarok lenni, az Alien 3-at, 4-et, az Alien vs. Predatort vagy a Covenantot véletlenül elkapom a tévében, akkor valószínűleg tovább kapcsolok. Na persze volt egy-két vadhajtás, ami próbált javítani a filmek renoméján, mint például a Prometheus, de a Covenant azt is teljesen hazavágta, ami teljes identitásválságról tett tanúbizonyságot. Hogy az Alien vs. Predator filmekről már ne is beszéljünk. Rebesgették még annak idején, hogy Neil Blomkamp rendezésével felélesztik a szériát az Alien 5-tel, ami már a Földön játszódik, és az Alien 2-ből Higgs és Newt lettek volna a fókuszban. Ezzel semmisé téve az Alien 3 történéseit, és így megkísérelnek friss savasvért pumpálni a franchise porzó testébe. Ugyanúgy, ahogy Blomkamp-es robotzsarúból ebből sem lett semmi. És talán jobb is így, habár Blomkampet egy nagyon ügyes és ambíciózus rendezőnek tartom, szerintem túlságosan izgága és meggondolatlanul kísérletező egy olyan, sokak által nagybecsben tartott és legendás szériához, mint az Alien. Így évtizedeken keresztül nem volt megfelelő rendező, aki akár csak 2 cm mélyen is kapargatta volna az űrszeméttel befedett franchise felszínét. Na de jött Fede Alvarez, akinek többek között a Vaksötétet vagy a rebootolt gonosz halottakat is köszönhetjük, és azt mondta: Alien kell a pofátoknak? És mondjuk a legutóbbi filmje a texasi láncfűrészes sikerei után valljuk be, kellett is a szépítés. Nem akarok nagyon mellé beszélni, az Alien Romulus egy nagyon jó lehetőség az Alien széria feltámasztására. Nem is biztos, hogy tudnék még olyan filmes példával élni, ami ennyire jól megfogta a lényeget a régi részekből, lefejtve a sallangot az új filmekből, majd mindezt kiegészítve egy kerek egészként tudta elénk tárni. A film javarészt a 79-es Alienre épít, érezteti az Aliens történéseit, sokat merít a Prometheusból, amiért kifejezetten hálás vagyok, de vannak utalások és különböző helyzetek, amik az Alien 3, illetve az Alien Resurrection nélkül nem létezhetnének. És igen, ez mindegy 2 órás filmben, ezért olyan feszes a tempó, mint a gazdatest mákasa, mielőtt kitör belőle egy xenomorf. Röviden a történet, 6 fiatal, egyikük egy mesterséges személy úgy döntenek, hogy elhagyják lakó és hát jobb híján munkahelyű szolgáló bányász bolygójukat. Ehhez az utazáshoz a bolygót egy váratlanul megközelítő hajó elkötése szolgálná, így már egy hosszú krioálomba szenderült út megtétele után egy független bolygóra költözhetnének és élhetnének az eddiginél sokkal emberhez méltóbb életet. De mielőtt ez megtörténne, túráznak egyet Remus és Romulus nevezetű részlegen az eddig hajónak hitt kutatóbázison. Igen ám, de minden tökéletesnek tűnő ötletet egy nagyon kis adag szar is teljesen hazavághat, és hőseink több szarral fognak találkozni, mint olimpikonok a Szajnában. A film első harmadában van egy régi idők slasher horrorára jellemző idegesítő ostoba tinék mind meg fognak halni hangulat. De már itt is megmutatkozik, hogy ki használja az eszét és ki a száját, vagy más testrészét. És itt szeretném megjegyezni, hogy arra kellett rájöjjek, én azért szeretem az ilyen filmeket, különösen az Alien első két részét, mert észszerű, racionális gondolkodással tudják felvenni a harcot a váratlannal szemben a film karakterei. Legyen akármilyen félelmetes vagy erős az ellenfél, legyen az egy lény, egy AI vagy akár a saját társad, valahogy találhatsz ellene megoldást. És az egyik fő aspektus annak, amiért számomra teli találat volt a film, és meglepő módon a casting is betalált. Két nevet szeretnék kiemelni. Kelly Spenny által alakított Rain, a tipikus főhős kis csaj, de nem egy sokadik Sigourney Weaver. Megvan a saját személyisége, jól használja az eszét és eredményorientált, ami feszes helyzetekben igen lényeges. Nyugodt és kimért, de csak pont annyira, hogy kontrasztanyag lehessen egy android mellett, hogy mutassa, ő ember. És azért, mert úgy érez, mint egy ember, ezért mások a prioritások a döntései mögött. Nagyon remélem, hogy a filmnek lesz folytatása, és még kiderül pár érdekesség róla. A másik karakter David Johnson által alakított Andy. Ő egy mesterséges személy, Rain-nel van gyerekkora óta, ezért a lány családtagként kezeli a fiút. Andy folyamatosan faviccekkel árasztja el a nagy érdeműt, ez valakinek tetszeni fog, valaki meg utálni fogja. Fassbender android alakítása után ez a robot megformálás úgy kellett, mint egy falat kenyér, de ha formális akarnék lenni, akkor úgy kellett, mint egy friss pohár tej. Andy egy olyan típusú android, melynek tarkóján található egy olvasóegység. Az ide elhelyezett másik androidokból származó minilemez pedig lehetővé teszi, hogy felvegye ezeknek a gépeknek a tulajdonságát és tudását. És itt mutatkozik meg a fiatal színész igazi tehetsége.
Említettem, hogy mi a fontos számomra egy ilyen filmben, és nem tudok amellett elmenni, hogy 2024-ben az Alien Romulus tud horror lenni. Nyilván nem egy longlegzet kell elképzelni, az egy teljesen másik kávéház. De ebben is van jumpscare, jókor. Van benne body horror, nem is akármilyen. Vannak benne feszült helyzetek, hogy ne lennének ez egy Alien film. És persze van benne xenomorph, ami nem egy idomított kutya szintjén van, és nem egy általános biológiai fegyvertörténet, hanem egy űrsötét, nyálkás, gyors, hideg, kiméletlen gyilkos, ami értelmes és türelmes a maga szintjén. És pontosan ez itt a lényeg, az ő szintjén, amit nem ismerünk. Ettől kiszámíthatatlan, és pont ettől működik. És ugye ti is ismeritek azt, amikor a film első 30 perce után rávágjátok, hogy mi lesz a vége. Na, imádtam, hogy ez a film elhitette velem, hogy ennyire egyszerű lesz. Összességében a film csak hozzáad az eddigi Alien filmek világához, és azt mesterien teszi. Feszült és élvezetes mozi, jól adagolt horror elemekkel, érdekes karakterekkel, nincs üres járat, sőt, végére már olyan sűrű a cselekmény és az akció, hogy elfáradsz abban, amit látsz. Nem mondom azt, hogy egy tökéletes film, nem mintha kellene ilyen. De hogy hosszú idők után az első Alien mozi, aminek a végén már vártam, hogy újra megnézhessem, illetve hogy készüljön folytatás hozzá. Hát ilyen több évtizede nem volt. Talán a legutóbbi és legmeghatározóbb Alien élményem az az Alien Isolation című játékkal volt. Pedig az egy játék, sokkal több ideje van, hogy kifejtse a hangulatát. Tudod, mintha az Alien széria eddig az űrbe lebegett volna némán, sötét porba fagyva, és csak arra várt, hogy a megfelelő személy rátaláljon. Kiolvassza, kísérletezgesse rajta, hogy a végeredmény a jóleső frászt hozza ránk hosszú idők után újra.